Hello, nagyon spontán ötlet volt, hogy most kezdjem el ezt a vlogot, mert pontosan 1:00 van, viszont úgy éreztem, hogy ezt a pillanatot most meg szeretném örökíteni. Rengeteg új és izgalmas dolog jön az életembe, amiről ti még nem tudtok, van, amit még én is most ezen a héten fogok először megélni. Most abban a fázisban vagyok, hogy elképesztően sok mindent vállaltam magamra, és már most érzem, hogy kicsit kezdek összeroppanni, és napi egyszer-kétszer rám jön egy kis mini, kis síró görcs, amikor egy-két könnycsepet elmozsolok, de aztán lenyugszom, és jól leszek. Viszont minden, amit csinálok, azt elképesztően élvezem, és imádom csinálni, és szeretném is csinálni, és ezért így próbálok egyensúlyt tartani. Ennek a vlognak az a lényege, hogy én nyáron brutálisan elkanászottam, ha úgy tetszik, nagyon kijöttem a rutinból, szét voltam esve videóügyileg, szét voltam esve mindenügyileg. Szeptemberre, októberre, az új tanévre össze akartam rázni az életem, egy rutint csinálni és olyan szokásokat felvenni, amik engem előrébb visznek, olyan szokásokat elhagyni, amik lejjebb visznek. Egy nagyon fontos lépése az új Dórinak az, hogy elkezdtem tisztítani az arcomat. Bevallom őszintén, én nem foglalkoztam az arcbőrömmel, meg úgy, hogy tisztítsam az arcomat, meg ilyesmivel olyan 21 éven keresztül, és most elkezdtem. És ezt nem mással teszem, mint a Foreo Luna Mini 3-mal, akik támogatják is ezt a videót, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Ez itt egy okos arctisztító, tehát, hogy 2019-ben élünk, ilyenek is vannak. Egy applikációval lehet összekötni. Tulajdonképpen az applikációnál beállíthatod, hogy hány percig szeretnéd, hogy működjön, milyen erősséggel, stb. És már létezik egy 30 másodperces glow mód is. Csináljuk is ezt meg. Először is már a sminkemet lemostam, és benedvesítem az arcomat. Rányomom ezt a tisztító krémet, amit ők adtak szintén hozzá. Amit imádok benne, hogy brutál könnyen tisztítható, mivel olyan szilikonból van, nagyon kompakt, el lehet vinni bárhova, ugye tudjátok, hogy én nagyon sokat ingázom Budapest és Szeged között, ezt mindig magammal tudom vinni. És igen, most az a célom, hogy rászokjak arra, hogy minden egyes este lefekvés előtt, vagy edzés után akár, mert ugye akkor is nagyon sok szennyeződés rá akar, de lefekvés előtt minimum letisztítsam vele az arcomat. És ami az a durva ezzel az applikációval, hogy ráadásul van egy Find My Luna funkciója. Tehát, hogyha nem találod a készülékedet, akkor az applikációval meg tudod nézni, hogy hol van. Szimplán most letisztítom a készüléket és az arcomat. És ennyi, kész is van az összes napközben rárakodott cucli, már le is jött, és az egész az 5 percben se tellett. Na de most már megyek aludni, jó ét. De káosz és kupi van, fogkrémre a legjobb. Na, jó reggelt kívánok! Másfél órát aludtam, fél hatkor feküdtem le és 7-kor keltem. Az arcomon ezt meg is látszik, szóval most gyorsan korrektorozunk egy kicsit. Az az igazság, hogy szerintem ez az emberek 99%-ának abszolút nem lesz érdekes, minimálisan sem, de az a lényeg, hogy szakmai gyakorlatozni fogok minden egyes pénteken, reméljük, és ott töltöm a napot, és ott dolgozom, és a hétközben is kapok feladatokat, amiket csinálni kell, mert ugye hétközben Szegeden vagyok egyetemen. Ez nekem elképesztően izgalmas. 21 évesen még soha nem volt olyan munkám, ahova be kell járni egy irodába, emberek közé, ott pötyögni a gépen, és nekem ez egy nagy álmom volt, és kíváncsi vagyok, hogy tetszeni fog-e, mert én azon a véleményem vagyok, hogy szerintem nem én vagyok a legjobb ember az ilyen típusú munkához, mert nagyon szétszórt vagyok mindenhonnan késeket, nem, nincs monotonitás tűrésem, az ilyen minimálisan sincsen, tehát hogyha valami munka egy kicsit is monoton, én attól ebben megbolondulok konkrétan. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy lesz, de igen, az, hogy melyik cég, azt nem akarom elmondani, sőt szerintem a 95%-otoknak nem is mondana semmit a cég neve, hogyha elmondanám, de az a lényeg, hogy én választottam ki a céget, abban megyek, szóval nyilván egy olyan céghez megyek, ami nekem tényleg szimpatikus. Még egyszer kimondott, hogy cég. Ilyen kis, nagyon szolid irodai sminket csinálok. Annyira fáradt vagyok, hogy így közelítettem a szempillagöndörítővel a szemem fele, és így a szemem így bepánikolt, hogy ez meg mi. Annyira rohadt fáradt vagyok, hogy elfelejtettem, hogy le kéne zuhanyoznom. Ja, basszus, most sminkelek közben.
holnapnak nézünk elébe, de tényleg. Hú, 2:30 körül van, és végeztem életem első gyakornoki napján, de még nem dolgoztam, még csak bemutattak mindent, elmondtak mindent. Beszéltem több dolgozó, hogy kinek miben tudnék a segítségére lenni, de brutálisan tetszik ez az egész világ, ez a bejárni egy irodába világ. Úgy, én úgy érzem, hogy ezt soha nem tudnám örökké csinálni, mert nem nekem való, de most így teljesen magával ragadott ez az életstílus, és így még le vagyok sokkolódva ettől az egésztől, nem tudom, valahogy ez olyan sokkoló élménynek ért. Tényleg az a sok szenvedés, amikor tegnap így a sírás szélén voltam, most úgy érzem, hogy tökre megérte, mert most meg olyan izgatott vagyok az életre. Tehát most elmegyek apukámmal kajálni, aztán pedig viszlek titeket tovább. Ja. És attól fél, hogy nem fogom. Eljöttünk egy szemüvegboltba, mert képzeljétek, valószínűleg kell nekem szemüveg, és mutatom azokat, amik eddig tetszettek. Írjátok meg kommentbe, hogy melyik jó. Egy. Ez itt 2. Így jobb. 3. És 4. Ezeket nézegettem eddig, írjátok meg nektek, melyik tetszik, mert én nekem fogalmam sincs. Még egy dolog, ami változást hoztam az életemben most. Annyira most, hogy most lesz a legelső alkalom, vagy a szakmai gyakorlat is. Képzeljétek, elmegyek pszichológushoz. És úgy érzem, hogy még a mai társadalomban mindig van egy sztereotípia, hogy a pszichológushoz jársz, akkor vagy valami traumán mentél keresztül, vagy valami az agyadban teljesen káó van. Szerintem ahogyan az emberek próbálják a testi épségüket megtartani, edzeni, stb., ugyanúgy oda kéne figyelni, hogy az agyunkat kordában tartsuk. Megmondom őszintén, én szerintem nincsen velem óriási probléma, de azért tisztában vagyok csomó negatív tulajdonságommal, amin tudatosan szeretnék változtatni, tisztában vagyok csomó kattommal, amin tudatosan szeretnék változtatni, tisztában vagyok azért önbizalomhiány, stb. Ilyen dolgokkal. Amin úgy érzem, hogy egy pszichológus tök sokat segíthet, meg rengetegszer van az, hogy úgy érzem, hogy senki se ért meg, én egyedül küzdök a világban, és nem tudom, vannak ilyen pillanataim, megmondom őszintén, és ilyenkor olyan jó érzés lenne, hogyha lenne valaki, akinek úgy elmesélhetném, hogy egyébként valami értelmeset is tud erre reagálni. Mert nekem, megmondom őszintén, néha van, hogy nem akarok a barátaimnak panaszkodni a szar dolgokról, és inkább csak a jókat mesélem. Mert most ki szeret egy olyan embert, aki állandóan panaszkodik. Én már annyira régóta úgy éreztem, hogy az én lelkemnek nagyon jót tenne egy pszichológus, és elkezdtem kutatni mindenféle pszichológus oldalon, és rátaláltam Horváth Viola Hangára, aki tök szimpi volt az oldal alapján, írtam neki egy e-mailt, és most találkozunk, ez lesz az első sessionünk. Tudom, pszichológushoz járni egyáltalán nem olcsó, és erre tényleg rá kell szánni pénzt, viszont úgy érzem, hogy ha megtehetitek, aki megteheti, annak tényleg azt javaslom, hogy tegye meg, mert ártani nem árt, és tök sokat segíthet. Amennyire izgatott vagyok, annyira félek is. Az, hogy hogyan nyíljál meg egy vadidegen embernek, az brutálisan nehéz. Tényleg ezt úgy kell szerintem felfogni, mint egy orvos, hogyha az orvosnak valami undorító betegséget, vagy sebesülést, vagy mit tudom én mutatsz, az orvos nem kezd el undorodni rajta, mert ő már ezer rosszabbat látott. Tehát így próbálok hozzáállni, hogy nem fogok tudni neki olyat mondani, amitől eldobja az agyát. Tényleg nagyon izgulok, mert azért mégiscsak itt van egy nyomás, mivel ez olyan, hogy nekem kell ebből kihoznom a legtöbbet. Tehát rajtam áll, hogy mennyit mondok el, hogy mennyire vagyok őszinte, mert mindig könnyebb azt az utat választani, hogy mit tudom én, mondok valami mást. Most itt felfeküdtem ezekre a fanyugágyakra itt a Dunaparton, és gyönyörű, nézzétek! És ott nagyon messze látszik az egész város. Végeztem. Fú! Hát úgy mentem oda egyébként, hogy eléggé le voltam fáradva és álmos voltam. Olyan szinten feltöltöttem most, úgy érzem, tele vagyok energiával, így mosolyog. Kicsit van egy olyan érzésem, mintha egy kis kődarabka így leesett volna a szívemről. Egyszerűen ez valami csodás volt. Rögtön elmondta, hogy bármi, amit itt mondunk, az nem hagyja el ezt a szobát. Rögtön elmondta, hogy ez annyiban tér el az átlagos cseverészéstől, vagy egy átlagos beszélgetéstől, hogy itt csak én mesélek magamról, ő pedig nem. És ez úgy érzem, hogy viszonylag gyakran fordítva szokott történni így az életemben, és ezért
olyan érzés volt, hogy mi? Most én fogok beszélni? Én rólam lesz szó, én fogom mesélni az életemről. Amikor így az ember így elkezdi mondani, akkor már így nincs megállás. És már most két annyira kulcspontra kiukadtunk, amiből lehet tovább építkezni. Már úgy érzem, hogy sokkal jobban érzem magam ez az egy darab óra után, pedig csak annyi volt, hogy megint tudatosult bennem valami olyan, ami eddig alapból nem tudatosult volna, de hogy így most tényleg. Tehát, hogy van, amikor így valami az orrod előtt van, de amikor kimondják, hogy amúgy te egy kicsit ilyen vagy, vagy olyan vagy, vagy ezzel van problémád, akkor így realizálod, hogy basszus, tényleg. De fú, szuper élmény volt. Violának az összes információra lent lesz az infoboxban, hogyha esetleg hozzá, vagy valaki máshoz el szeretnétek menni, ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, mint ahogy most én is éreztem, és még mindig érzem. Jó reggelt kívánok! Éppen hagymát és gombát vágok reggelihez. És most, ahogy láttátok, spanyolra jövök, ez még egy újdonság, amit az életem jobbá tételével miatt szándékával kezdtem el. Elkezdtem spanyol tanulni, nálunk itt az egyetemen van ingyenes spanyol oktatás, viszont nulla kreditért. Tehát az a motiváció nincs meg, hogy kreditet is kapsz érte. Heti kétszer másfél óra, de úgy voltam vele, hogy rám ragadt egy csomó spanyol Madridban, de nem tanultam soha így rendesen spanyolul, és ezért most elkezdtem egy kezdő A1-A2-es spanyolt, és úgy érzem, hogy egy csomó az így zsigerből már tökre megy, meg ugye én 4 évig franciát tanultam, ami nagyon hasonló, szóval ennek is nagyon örülök, de elég kemény. A tanár úgy kezdte az órát, hogy a legelsőt, hogy azok jelentkezzenek csak, akik készen állnak heti 10 óra spanyolozásra, szóval néztem, hogy szóval tényleg rengeteg házit ad, meg tényleg nagyon kell tanulni. Nyugtass meg, légy szíves, most nagyon idegbe vagyok. Valószínű barátokkal fogunk találkozni, ők bulizni mennek, de íme egy újabb fejezetre érkeztünk az új Dóriban. Megpróbálok a lehető legkevesebbet alkoholt inni és bulizni. Úgy érzem, hogy látjátok, hogy hogy néz ki egy átlagos hetem. Egyszerűen nem engedhetem... Bogyó? Nem szavar? Tehát úgy érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy másnapos legyek. Még az se, hogy egész estére, éjszakára elmenjek, mert ugye nekem általában az éjszakák, én akkor dolgozom, én akkor vagyok a legproduktívabb, és a másnapok meg borzalmasak, semmit nem tudok elintézni. Tehát azt nem mondom, hogy nem fogok inni. Voltak olyan tervek, hogy nem fogok inni 30 napig, meg ilyesmi, azt már most látom, hogy nem fog összejönni, mert mindig van valami. De... Erre a lehető legjobban oda próbálok figyelni, most például azt fogom csinálni, hogy elmegyek velük, amíg ők így alapoznak, meg iszogatnak, addig ott leszek velük, elleszek, és aztán mikor ők mennek bulizni, én megyek haza. Ami remélhetőleg ilyen éjfél környékén lesz. Kicsit eláztunk. De amúgy ne haragudj, ez mi ez az eső? Hát, fogd meg a hajamat? Fogd meg. Értem én, hogy itt elkezdek. Úristen! Konkrétan szakad az eső. Nem áztam el amúgy egyáltalán. Halljátok, most nagyon-nagyon boldog vagyok. Most van 12, és én ma már elmentem edzeni egy olyan másfél órát, amiről mindjárt beszélek később, ha már ülni fogok tudni, mert ez is az új Dórinak az egyik része. És elmentünk a Kirával meg a Levivel brancsolni, és tisztára feltöltöttem. Ez végül ott teljesen elmaradt, nem is beszéltem róla, de most mondom nektek, képzeljétek, az új Dóri terv, Dóris 5 éves terv részeként elkezdtem személyi edzőhöz járni. Ami számomra egy óriási dolog, ez egy olyan dolog, amit 1000 éve szeretnék, de nagyon féltem tőle, azért mégiscsak Ott nincs appelláta, ott nem tudod folyton lemondani az órákat, mert mégiscsak egy ember munkája függ tőle. Ott nem tudod meglógni a gyakorlatokat, mert az ember melletted áll és számolja, hogy mit csinálsz, hogyha szarul csinálod, leégeted magad, stb. Tehát nekem ez egy olyan dolog volt, ami miatt féltem, meg gondolkoztam, hogy beleszálljam el a pénzt, de annyira régóta próbálkozom edzőterembe járni, és nem tudom, hogy mit csináljak, nem tudok edzéstervet kitalálni magamnak a semmiből, nem tudom, mit csináljak már, a csoportos órákat eléggé meguntam.
úgy döntöttem, hogy elkezdek személyedzőhöz járni, és eddig ez volt a legeslegjobb döntésem, amit csinálhattam. Imádom. Heti egyszer járok jelenleg, de mindenképpen szeretnék mellé még edzőterembe járni külön, csak még nem vagyok azon a szinten, hogy kaphassak, csak úgy a kezembe egy edzéstervet, amit én megcsinálok egyedül. Addig én órákra járogatok még mellé. A legfárasztóbb, legbrutálisabb dolog, amit valaha csináltam az életemben, tehát így meghalok konkrétan, mert tényleg a személyedzőnek az a lényeg, hogy addig nyomatja, amíg meg nem halsz. Tehát, hogyha egy súlyt éppen olyan viszonylag kényelmesen bírok, azt mondom, hogy na, ez most egész jó, akkor felnyomja még dupla akkorára. Tehát, hogy tényleg, ezt tényleg így kell elképzelni. Ötször voltam, ezt hiszem, és már most látom, hogy fejlődöm, hogy egyre jobban mennek a súlyok, egyre jobban bírom, nem azt mondom, hogy pró vagyok, mert egyáltalán nem szegény edzőt, egy kicsit sajnálom, és hogy én vagyok neki az ilyen év a legrosszabb kliense, meg mindig variálok az időpontokkal, meg áttetetem ide, meg oda. De én elképesztően élvezem, szóval, hogyha valamelyikőtök gondolkozik rajta, hogy elkezdjen, és gondolkozik, hogy rászánja ezt a pénzt, szerintem nagyon durván megéri. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna meg. A mai napi emberkém egy Klári nevű ember, nagyon szépen köszönöm neked a támogatást, és találkozunk a következőben. Sziasztok!